Ez egy olyan minősített idő, amikor azt mondja, na most van egy jó lehetőség, alkalom arra, hogy ezt az évet valamiben másképp csináljam. Az évkezdés meghatározó szerepéről beszél Bödger Antal, református lelkész. Január első napjai ugyanis minden ember számára az újrakezdés jegyében telik. A hónap első napján általában minden felekezet tart Isten tiszteletet. Az ekkor elhangzott bibliai ige meghatározó üzenetként tölti ki az év minden napját. Hogy az esztendőt úgy kezdem, hogy Istenem, lezártam az előző évet, és akkor fussunk neki egy új esztendőnek úgy megint, hogy mit akarsz velem kezdeni, mivel akarsz meggazdagítani, milyen örömökre, feladatokra, teherhordozásokra akarsz engem elkészíteni ebben az esztendőben. Január hónapban nem csak az újrakezdés alkalmának örvendünk, számos jeles alkalom van, amelyről megemlékezünk, ilyen például január 6-a vízkereszt ünnepe, ekkor Jézus Krisztus megkeresztelkedésére emlékezünk, valamint a farsang időszakának kezdete, amely hagyományosan a vidámság és mulatság népünnepe. Azt jelenti, hogy egy ilyen örvendezős, vigadozós időszak van. A valamikori, főleg falusi mezőgazdaságból élő Magyarországra gondolva, ez a viszonylag kevesebb munkával járó időszak, amikor az emberek jobban megengedhették, hogy bált tartsanak, ünnepeljenek, mulassanak, esküvők legyenek, stb. Ez ugye bőjtig tart. A húsvétot megelőző 6. héttel kezdődik nagyjából a bőjt, mindegy egyház maga módján számolja, de ott körülbelül kezdődik. Addig az időszakig tart ez az ünneplős idő. A református lelkész hozzátette, fontos, hogy életünkben megtaláljuk a mértékletességet, hiszen Isten azt mondja, örvendezzünk az életnek, de úgy, hogy arról számot kell majd adnunk. Tehát mikor kapják azt az